90, mondjuk 2-től 3-tól azt, hogy ez jó lenne, ha megszólalna magyarul. És én szeretem a kalandokat. Mindenféle értelemben, de irodalmi értelemben is. És akkor gondoltam, hogy hát csináljunk nyelvet, vagy teremtsünk nyelvet ehhez a regényhez. És hosszú ideig, talán akkor kezdtem, vagy akkor is kezdtem, vagy akkor is megerősödött bennem az a hit, hogy az élet elhozza valamiképpen azt, amire vágysz. Mert egyszer csak megjelent ez a Bukárt nevű kiadó. Hát nem biztos, hogy Angelina Jolie-t elhozza, de bizonyos dolgokat. Jó, hát vagy Brad Pitt-et. Hogy egyszer csak megjelent ez a szeredői kiadó a Bukárt, aminek ennek a megjelenésnek egy részét azért neked köszönhetem most már, hogyha te is bevallottad, hogy ez egy szenzációs könyv, akkor én is bevallom, hogy sokat segítettél. És akkor leültem és lefordítottam, ami persze mindig bonyolultabb, mint egy ilyen tőmondat, de nekem nagyon tetszett az, hogy ez egy tényleg áradó folyamregény a Dunánál játszódik, mert a szigetek is vannak, azért mondom, hogy Ban is, és hogy soha nem írja le a Duna nevét, tehát lehet, hogy én egy pártolatlanságot követtem el végül is, amikor elárulta. A szöveg feszültsége az a sok történettől, meg ettől a meg nem nevezett, de gazdagon áradó folyamból árad, és tehát kiapadhatatlan fantáziája van. Nulészkora, aki egyébként kortársíró volt, 90 után halt meg,